A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség szervezésében találkoztak az országban működő nemzetiségi színházi világképviselői a Jelenlét Fesztiválon, a Magyarországi Nemzetiségi Színjátszás seregszemléjén. A fesztivál kiváló lehetőség arra, hogy a nemzetiségi színházak képviselői megmutatkozhassanak a nagyközönség és a szakma előtt. A rendezvény célja, hogy ösztönözze, támogassa és fejleszte a magyarországi nemzetiségek anyanyelvű színjátszását, elősegítse kapcsolataik építését egymás között, a magyar színházi szakmával és nemzetközi téren egyaránt. A fesztivál egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy a nemzetiségi színjátszás a nemzetiségi közönségen túl a nagyobb nyilvánosság előtt is bemutatkozzon. Olyan 27-28 évvel ezelőtt olyan színművészek, akik már akkor is nem csak magyar színházakban, hanem saját nemzetiségi nyelvén szerepeltek, Jónás Judit például, vagy Rusz Milán, ők úgy gondolták, hogy ezt nem csak a saját közönségüknek kéne megmutatni, hanem esetleg a roma kultúrát, a szerb, vagy a horvát kultúrát, akkor még szerb-horvát kultúrát a magyar ajkú közönségnek is. Több napos, vagy akár egy hetes találkozót szerveztünk, szerveztek azok a színházak, akik megpróbáltak nemzetiségi nyelven is dolgozni. Mára ott tartunk, hogy 15-16 nemzetiségi nyelven játszó színház tartozik a Nemzetiségi Színházi Szövetséghez. És hát természetesen az, hogy itt vannak-e a Jelenlét Fesztiválon, az függ attól is, hogy éppen az adott időszakban van-e új bemutatásra váró nemzetiségi nyelvű produkciójuk. 14 színházi produkció most is itt van, és nézheti elsősorban mindenkinek a saját közönsége, de hát jó néhány olyan produkciót tényleg úgy hirdetünk, hogy ezt akár a budapesti magyar közönség is megnézheti, láthatja, vagy azért, mert feliratozott, vagy azért, mert nehogy Isten az anyaország kortárs drámáját hozzuk, vagy valamelyik kortárs írónak a művét dolgozzuk fel és mutatjuk be magyarul. A résztvevők között van minden esztendőben a Szekszárdi Német Színház társulata is. Az idei évben a társulat egy monodrámával adott hírt magáról, ami a családon belüli erőszak témáját dolgozza fel. Egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és úgy éreztem, hogy ez egy fesztiválnak a milliójéhez is illik. Nem emiatt készült ez az előadás, tehát az előadásunk ez a repertoáron van, és a repertoárunkból ezt választottam most, de a fél évvel ezelőtt volt az utolsó Jelenlét Fesztivál, mert tavaly évben nem tavasszal, hanem ősszel volt, és akkor például a Kis Herceget hoztuk. És két előadást is játszottunk, arra gondolván, hogy jönnek a középiskolából, és arra is gondolván, hogy jönnek felnőttek is, esetleg gyerekeikkel, unokáikkal, mert a Kis Herceg mindenkit megszólít. Most pedig kifejezetten arra gondoltam, hogy most kevesebb volt, kisebb előadásszámban tudunk most föllépni, és nagyon rövid volt szeptember óta márciusig az idő, és arra gondoltam, hogy ez egy jó réteg darab, és nagyon erős egyébként, tehát egy jó lélektani dráma. Annyiban egy kicsit más ez a fesztivál, mint hogy sokszor gondoljuk, hogy egy fesztiválon mindenki találkozik, együtt van, hogy amiatt, hogy mi vidéken vagyunk, emiatt nem tudunk itt lenni egész héten, mert közben folynak a többi előadásaink. Tehát nagyon jó az, hogy azokon a napokon, amikor itt vagyok, mondjuk én, hogy meg tudok nézni más előadást és a másik nemzetiségi színháznak az előadásait. Ezt sajnos társulati szinten nem tudjuk most így ebben a formában kivitelezni, de az is egy nagyon jó tanulás lenne, ami mind találkozhatnánk. És ez a budapestieknek egy kicsit könnyebb, mert ők találkoznak. Mi meg egy picit ebből így ebből a szempontból periférián vagyunk. Más szempontból nem, mert nekünk nagyon nagy közönségünk van vidéken is, meg itt Pesten is. Remélem, hogy hol tartunk mindannyian, és azt is egyébként, hogyha bárhova máshol megyek, hogy hol tartunk a magyar színjátszásban, a magyar színházi életben, és hogy mondjuk, ha például külföldön vagyunk, hol tartunk a német nyelvű színjátszásban. És ott vagyunk, tehát hogy elő. Tehát, hogy aktuálisak a darabjaink, és aktuális a játékstílusunk, vagy a formátumok, amiket használunk. Az kérdés, vajon a nemzetiségi színházak helye hol van a magyar színjátszás egészét tekintve? Számunkra vidékről felutazni az nagy kihívás. Nagy kihívás, hiszen egy itteni közönségnek kell gyakorlatilag
megmutatnunk a saját közönségünkhöz képest, ide csábítani, elhitetni az emberekkel, hogy érdemes bennünket megnézni, érdemes minket megnézni. Tehát mindenféleképpen egyfajta olyan évenként ismétlődő szakmai számadás, ahol megnézhetjük egymást, és megnézheti az adott közönség azért egy nagyon patinás helyen, az éppen 20 éve átadott Nemzeti Színházban Budapesten ezeket a produkciókat, és ez azért, valljuk be őszintén, rangot ad a színházaknak is, de rangot jelent az ide érkező közönségnek is. A magyarországi nemzetiségi színházi kultúra az egyetemes magyar színházi kultúra szerves része lenne. Azért tényleg itt bizonyos területekre szét kell osztani ezt az egészet. Ahogy már említettem, hogyha az adott nemzetiség nyelvén játszik egy színház, akkor értő közönségre van szükség. Nagyon ritkán jön be csak magyarul tudó néző, annak reményében, hogy feliratozva majd ugyanazt az élményt kapja, amit mondjuk egy német előadás kapcsán németül. A másik, amely megfogalmazódik bennünk, és van egyfajta küldetéstudatunk, főleg azoknál a színházaknál, ahol az anyanemzet az Magyarországgal szomszédos, hogy a rendszerváltás után kicsit elfelejtettünk egymás kultúrájával foglalkozni, egymás kultúráját megismerni. Van egy másik nagyon fontos küldetéstudat, amely azért általában majd minden színháznál, nemzetiségi színháznál jelen van, hogy az anyanyelvet megmutatni az általános iskolás vagy középiskolás korú fiataloknak. A Szekszárdi Német Színházat azért emeltem ki ebből a sorból, mert azért Magyarországon számos középiskolában idegen nyelvként is tanulják a németet, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a nemzetiséghez tartozó fiatalok, mondjuk mint a szlovákoknál, két gimnázium van összesen az országban, a Békés Csabai és a budapesti, ahol középiskolások anyanyelvi szlovák nyelven tanulhatnak. Itt jóval nagyobb a lehetőség, és ott van az a nagyon-nagyon fontos feladat, hogy ezeknek a középiskolásoknak megmutatni a német nyelv szépségeit, megmutatni professzionális színházként és színészek segítségével, hogy milyen szép is ez az egész. A nemzetiségi társulatok közös álma egy olyan színház a fővárosban, mely befogadja ezeket az előadásokat, és egymást váltva rendszeresen teret ad számukra a megmutatkozásra, a találkozásra, küldetésük teljesítésére.